szerintem ez a korszak, amiről Norbert beszélt, és aminek a küszöbén állunk, ez evolúció szempontból is egy kritikus korszak, mert úgy tűnik, hogy nem állt le az evolúció projektje. Tehát ilyen értelemben véve az élet, amely valamikor, nem tudom, sok-sok évmillió ezelőtt nem tudjuk, hogy hogyan, és nem tudjuk, hogy miért, de elkezdődött, és ez voltak éppen azóta is tart, hiszen egy információ megy át, és az élet abban különbözik a fizikai élettelen világtól, hogy az információt reprodukálja valami, amit élő szervezetek nevezünk, és miközben reprodukálja, ráadásul evolúció megy át, tehát minden egyes alkalommal lehetőség van arra, hogy az a szervezet, amely tovább viszi az információt, az megváltozik, és ez a megváltozott információ megy tovább, és végül az eredmény itt lesz. De ez nem egy végeredmény. Tehát amit akarnék mondani, hogy ez a korszak, amiben be fogunk lépni, ezt a játékot, ami a persziszterből, tehát az életből és a reproducerből, az élet átadásából, az információ továbbításából, az idő legyőzéséből áll, ez lényegében véve valószínű, hogy egy teljesen új szingularitásnak nevezett modellben fogja kombinálni azt, amit Norbert technológiának nevezett, és azt, amit biológiailag ismerünk. Amit biológiailag ismerünk, ugye mindenki itt ül, az ember 1.0-ból, itt kettős úton történnek már az információk ahhoz képest, ahogy a korábbi perziszterek és reproducerek tették, mert most már nem csak a genetikai információ átadás, hanem a mémek útján, a kulturális úton történő információ átadás is fontos, tehát ettől válunk emberé, és attól válunk emberé, hogy antropológiailag, anatómiailag már különbözünk. Ugye hát egy állatkerti látogatás is meggyőz bennünket arról, hogy bármilyen sok a hasonlóság, főemlősök és köztünk, de azért a mi két végtagunk az mégiscsak más, mint a főemlősöknek a két végtagja. Erre van specializálva lábként. A kezünk specializálva a manipulációra, ugye a ujjunkat be tudjuk forgatni, és ennek következtében sokkal erősebb a manipulációs képességünk. És ami nagyon fontos, két dolog, a gégefő és a lányszájpadlás nem ér össze, ennek következtében én most beszélhetek önöknek. És amit mondok persze, az se teljesen érdektelen, remélem, és az attól van, hogy van agyam, de olyan agyam van, ami be van kötve nem csak az önök agyába, hanem az elődöknek az agyába, hiszen ez a mém által történő információ átadás, az lehetővé teszi, hogy voltaképpen, ha akarnám, akkor akár kölcseit most mondhatnám, kölcse ugyan nincs itt, de mégis meg tudnám szólaltatni. Tehát egy fantasztikus képességünk van az agyunk révén, hogy és a nyelv révén, hogy létrehozzunk egy olyan egyszerre fizikai és egyszerre metafizikai valóságot, amelyet most ez a technológiai forradalom gyökeresen meg fog változtatni. A középpontjában áll ennek az ember 1.0-nak az intelligencia képessége áll. Az intelligencia az voltaképpen ugye egy olyan típusú képesség, amely a változásokhoz való alkalmazkodás, tehát az evolúciónak az alapja, megvalósítója. Egyszerre kell képesnek lenni arra, hogy felvegyük az információt, hogy feldolgozzuk az információt, tároljuk az információt, és hogy tanuljunk. Ez nagyon fontos, nem csak a kooperáció fontos kifejezés, hanem a tanulás is nagyon fontos itt Magyarországon. És ennek következtében, mikor ez mind megvan, akkor előre tudjuk látni, vagy el tudjuk képzelni azt, ami nincs, de lehet. És ez egy fantasztikus dolog. És ezt ráadásul, ezt az elképzelésünket, ezt az előjelzésünket másokkal meg tudjuk értetni, mások tudomására tudjuk hozni, illetve mi is tudomást tudunk hozni másoknak az ilyen típusú előjelző elképzelt képességeiről, és utána már csak abból áll a dolog, hogy verifikálunk és validálunk. Tehát megnézzük, hogy megfelelő-e a megértésünk, illetve validáljuk, hogy megfelelő a reagálásunk. Na most ez egy emberi dolog. De amiről a Norbert is beszélt, és amit én szeretnék társadalmi szempontból megvilágítani, hogy egyre inkább gépek veszik át ezt a fajta funkciót. Legalábbis ugye ez egy rétegzett funkció, remélem, hogy még azt, amit én csinálok, azt még egy mesterséges intelligencia alkalmazás nem fogja tudni megcsinálni, de ez a good old fashioned artificial intelligence, ez már egy csomó olyan dolgot megcsinál most, amire 20-30 évvel ezelőtt, hát csak tudományos fantasztikus regényekből volt szó. Mert emberek által meghatározott feladatokat el tud végezni ez a mesterséges intelligencia alkalmazás. Azért nevezik réginek, mert ez még bizonyos szempontból rigid volt, olyan értelemben, hogy rutin műveleteket tudott elvégezni, kombinációs lehetőségeket tudott kihasználni, de ha belegondolunk az emberi életbe, és mindenki csináljon magának egy ilyen időmérleget, mint annak idején Szalai Sándor tanította engem az egyetemen, akkor az a döbbenetes tapasztalatunk, hogy az időnknek a 90% az rutin. Tehát ilyen értelemben véve, amikor ugye éjszakfog titok idegenségként gondolunk saját magunkra, akkor egy kicsit ilyen barokkos túlzás az, amit magunkkal kapcsolatosan megengedünk, mert valójában rutin dolgokat csinálunk, az intelligenciánk azok rutin feladatok megoldásában merülnek ki, és tulajdonképpen miért ne lehetne ezeket a rutin műveleteket gépekre áthagyományozni. És ez is történik. Tehát ilyen értelemben véve, ha szövegeket hozunk létre,
zenéket létrehozunk, szappanoperákat írunk, újságot írunk, de akár már vezénylést is, egyszerű zeneműveket vezénylünk, és csak egy példa, néhány példa, ezeket mind-mind már szoftverek segítségével meg lehet oldani, és meg is oldják. Biztos ismerik, vagy hallottak a IBM-nek erről a fejlesztéséről, a Watsonról. A Watson, aki egyébként mindenfajta kérdésnek a megválaszolásában meglehetősen jól áll, de egy ilyen Jeopardy játékban simán megverte a versenytársait, mint ahogy a sakkprogramban ma már reménytelen egy embernek sakkprogrammal játszani, a Go programmal. Tehát ez a mesterséges intelligencia, ami rutin feleleteket kivált az emberből, ez már fölvet valami olyan dolgot, ami még nem riasztó, mert ez még egy kényelmi szempont. De van egy újabb mesterséges intelligencia, amelynek az alapja pontosan az, amiről Norbert beszélt, hogy a világot ugye behálozza ez a internetnek nevezett fantasztikus hálózat, amely nem egyszerűen attól van, hogy elér bennünket, és mindenki elérheti, hanem a jelentősége abban van, hogy adatok kerülhetnek erre a hálózatra, digitális adatok kerülhetnek erre a hálózatra, ez a két fogalom, digitalizáció és datafikáció, és ráadásul ehhez társul egy hatalmas, szinte azt kell mondjam, végtelen memóriakapacitás, és ez a memóriakapacitás, ami persze megfelelően a hardware fejlesztést is magával hoz, ez már bizonyos értelemben véve felveti azt a lehetőséget, amiről beszéltem, hogy hát ha valami evolúciós mozanat beépül ebbe a dologba. Hát ha a legalkalmasabb intelligencia megoldások nem rutin területen fognak győzni a kevésbé alkalmasak fölött. És ennek az alapja az, hogy minden benne van a hálózatban. Mikor 4.0-ról beszélünk, akkor bizonyos szempontból félrevezető a dolog, ezt épp a Bolyár Gábor kötötte a lelkemre egy múltkori előadásom kapcsán, hogy a 4.0 az egy catchword, de valójában mögötte egy társadalmi forradalom van, egy antropológiai forradalom van. A 4.0 egy eszköz, egy nagyon fontos eszköz, és önök ebből fognak élni, és mi lehet, hogy ebbe fogunk tönkre menni, de bizonyos értelemben véve, ami mögöttem, ami lehetővé teszi a 4.0-át, ez az abszolút hálózatba kapcsoltság, ami az embereknek a hálózatba kapcsoltságát, a dolgoknak a hálózatba kapcsoltságát jelenti, és egy teljes integráltságot jelent, és ez teszi lehetővé azután a 4.0 megoldásokat az iparban, és olyan tanuló mesterséges intelligenciák, és ez az újdonság, mert a korábbiak nem tudtak tanulni, az újabbak tudnak tanulni, és pontosan úgy tanulnak, ahogy a Norbert mondta, ez egy fantasztikus dolog, hogy ellesik a mesterséges intelligencia fejlesztők az emberi agynak a titkait. A neurális hálók, sok próbálkozás van az új mesterséges intelligenciára, de azok tűnnek most evolúciós alapon a legeredményesebbeknek és a killing application irányának, amelyek lekövetik az agynak ezt a rétegzettségét, hogy megtanul az agy egy szinten valamit, utána kiválasztja abból azt, ami használható, az tovább megy fölsőbb szintre és fölsőbb szintre, tehát hierarchikusan szervezi voltaképpen az információknak a kiértékelését, és végül bekövetkezik a megoldás, amely egyúttal tanulás is jelent. És ma már ezek a mesterséges intelligenciák ráadásul természetes nyelvekkel végzett műveletekre is alkalmasak. És ez egy igazi nagy áttörés. És most már olyanok is vannak, amelyek mély tanulás alapján, neurális hálókat működtetve, természetes nyelvekkel végzett műveletekre való alkalmasságban képesek, amiről azt hittük, hogy csak ember képes kételkedni, képesek kíváncsiak lenni. És ez ugye felveti ezt a kérdést, hogy akkor hol van a határ köztünk és az új mesterséges intelligencia alkalmazások között. Dennetnek van erre egy ilyen kategorizációja, ő azt mondja, hogy amivel lehet számolni, az három típusú mesterséges intelligencia, az orákulum, amely a triviális episztemológiai tudáson alapul, ez tulajdonképpen a régebbi alkalmazások, megkönnyítik az életvezetést, nem tévednek, ami nagyon fontos, nem fáradnak, tehát napi 24 órában rendelkezésre állnak, tanácsot adnak, diagnózist tudnak készíteni, ma már a jogászi munkának egy részét tökéletesen kiváltják, és valószínűleg még inkább ki fogják váltani a továbbiakban. Diagnózis sokkal jobban tudnak készíteni, mert nagy adatbázison alapuló tévedhetetlen diagnózisokat készítenek. Tehát ilyen értelemben az orákulum az a mindennapi életünkben egy nagyon fontos mesterséges intelligencia alkalmazás, de az még nem veti fel ezt az evolúciós problémát. A gene az fix program alapján cselekszik, autonóm cselekvésre képes, döntés tanul. Ilyenek az autók, itt az Aragelszegen ennek nagy kereslete lesz, hogyha beindul ez a tesztpálya. A sebészrobotok jobban tudnak műteni, mint a sebészek, és ráadásul még paraszolvenciások kell nekik. A harci drónok negatív értelembe véve sokkal jobb katonák
a mesterséges, ez a gene típusú mesterséges intelligencia által vezérelt eszközök, mint a tényleges katonák, nem félnek, nem gyávák, és nem kockáztatnak fölöslegesen. A kockáztatásról majd később még beszélek, nagyon fontos dolog. És az uralkodó, hát az uralkodó, ez már felveti ugye azt a kérdést, hogy ez fölöttünk van. Mert ez ugye rendszerben van kapcsolva, ez tanul, ez kérdez, mérlegel, dönt, utasít eszközöket egyelőre, és a hálózatba kapcsolva megjelenti azt a lehetőséget, ami nem most, de Kurzweil szerint egy 25-30 éven belül fölveti ugye a szuperintelligenciát, ami már az ember fölött van, és ilyen értelemben véve föltesszük azt a kérdést, hogy akkor mire vagyunk mi? Mi lesz a mi dolgunk? Hát a rossz hírem az, hogy bizonyos értelemben véve ez az embernek egyfajta fölöslegességét fog jelenteni. A Lisnyi Cselovék, aki még emlékszik az orosz irodalomból, azt tudja, a Lisnyi Cselovék az nem emiatt volt fölösleges, hanem egyszerűen neki ez egy éles stílus volt. Ott voltak a jobbágyok, vagy a muzsikok, akik dolgoztak helyette. Az új mesterséges intelligencia alkalmazások, azok kiválthatják az ember 1.0-át a munkafolyamatokba, ez a kérdés. Mert a gépekben nincs zaj, nem szeretnek, nem gyűlölnek, nem szoronganak, nincsen dédelgetett eszmélyük, mint Raskolnikovnak, nem féltékenyek, nem irigykednek a főnökükre, tehát millió előnyük van, amiatt ilyen téren ők átvehetik a helyünket, a Homo sapiens helyét, mint Hararinak van ez a sláger könyve, ő ezt expresszivizmusban is fogalmazza, mint lehetséges jövőt. Másfelől viszont azt lehet mondani, hogy azok az emberek, akik az algoritmus fejlesztők lesznek, akik az adatokat nem csak szűrik, nem csak tisztítják, hanem értő ésszel elemzik, tehát a big data-t megpróbálják bizonyos értelemben véve értelmessé tenni, és értelmezhetővé teszik, akik karbantartják, akik fejlesztenek, akik rendszergazdák, bizonyos értelemben ők lesznek mondjuk a netokráciának nevezhető elitnek a tagjai, rájuk sokkal nagyobb szükség lesz, mint valaha. A kérdés ugye az, hogy akik kiesnek ebből a munkamegosztási rendből, ezeket nevezik szociológiában a dologtalan többségnek, ezekkel mit lehet tenni? Erre vonatkozóan nekem az a predikcióm, hogy semmi probléma ezzel kapcsolatban nem lehet, mert piacra szükség lesz, tehát 4.0 vagy 5.0, hogyha fogja termelni a szolgáltatásokat, az árukat, mesterséges intelligencia alkalmazásokkal, akár a régebbiekkel, akár az újabbakkal, akkor is a termékek és szolgáltatásokat valakinek ugye igénybe kell venni, és ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha van piac, ha van kereslet, és a kereslet, ha nem a munkából származik a jövedelem, akkor miért ne származhatna egy garantált alapjövedelemből? És az garantált alapjövedelem fölszabadíthatja az embereket a munkarabság alól, mert akik szintén oroszra visszatérve, akik emlékeznek arra, hogy a munka szónak az eredet a muká, a kín. Tehát aki ettől a kíntől megkíméljük, és lényegében véve megtanítjuk őt szabadidőn szeretni, és szabadidőben foglalkozni, kreatívnak lenni, akkor szerintem nem egy olyan nagy tragédia, hogy kiváltjuk őket a rutin munkából, és piacává tesszük, keresleti tényezővé tesszük az új ipar által termelt szolgáltatások és termékek terén. És akkor itt van az Ember 2.0, ami az előadásomnak a címében van, és hamarosan be is fejezem. Ez az Ember 2.0, ugye amikor az emberi ész és a mesterséges intelligencia az voltaképpen kibogozhatatlanul egymásba kapcsolódik, és egy ponton túl felmerülhet, ezt én nem tudom megítélni, mert nem vagyok műszaki fejlesztő, de kizárni nem lehet, mint lehetőséget. Épp a Tegmarknak most jelent meg ez az új könyve, az Élet 3.0, ami azt mondja, hogy itt nem az ember lesz már, aki a passzát szelet fújja, hogy ilyen hétköznapi kifejezéssel éljek, hanem a szuperintelligencia, a technológia. És a technológia fogja alávetni az embert, vagy a kettőnek lesz egy olyan szétválaszthatatlan együttese, amely ezt az evolúciós ugrást, amiről beszéltem az előadás elején, megvalósítja. És ez tulajdonképpen a 19. században egy Nietzsche nevezetű gondolkodó fejében megfordult, mert amikor ő arról beszélt, hogy ember feletti ember, akkor az ő emberfeletti emberre vonatkozó elgondolása, hogy tökéletesen megfeleltetni lehet ezzel a közelítő szingularitással. Ő egy kérdést tesz föl, minden emberi lény alkotott valami önmagán túlmutatót, mondja Nietzsche, és kérdezi, hogy épp ti volnátok hát apája ennek a nagy dagánynak, és inkább visszatérnétek az állathoz, semmint, hogy felülkerekedtek az emberen. Tehát a feladatunk az, és ezért tartom nagyon fontosnak ezeket a technológiai dolgokat, amiket a Norbert mondott, mert ez benne rejt, ez nem egy negatív dolog, ez egy fantasztikus lehetőség. De egy olyan fantasztikus lehetőség, hogy azért a rossz híreket is mondjak, amely magával hozza a negatívunkat. Tehát a fény az ugye mindig együtt jár az árnyékkal. Eddig a fényről beszéltem. Az árnyék az,
amit Heidegger úgy nevez, hogy létfelejtés. A létfelejtésnek ugye az a probléma mögötte, hogy elvész az értelme az életnek. Kicsit azt tudom mondani, hogy az új technológia, amiről beszélünk, ez titoktalanná teszi az életet. Ugye, aki kicsit is ismeri a Google-nak a teljesítményeit, és ezek a teljesítmények ezek csak jobbak lesznek, ezek ugye azon alapulnak, hogy minden keresést beraknak egy nagy adatbázisba, és ennek következtében jobban tudják, hogy én holnap mit fogok keresni ott, mint én magam. Tehát nincs titkom. És ha belegondolunk, ez egy fantasztikus dolog, mert ugye az ember lét az mégiscsak egy titokra épül. Hát mit ér az ember, hogyha nem azon töri éjjel-nappal a fejét, hogy ő miért van itt a Földön? Erre nincs igazi válaszunk. Transzcendens válaszunk van, és nagyon helyes is van, de keresni kell ezt a választ, hiszen nincs bizonyosságra. És ezt elveszi. A titkot elveszi tőlünk, és ennek következtében van egy ilyen félelem bennem mindenképpen, hogy ez ilyen értelme kilúgozza. Ez az új világ kilúgozza azt, amit korábban embernek neveztünk. Másfelől viszont azt is látni kell, hogy ez egy nagyon egyenlőtlen dolog. Tehát egy skálafüggetlen fejlődés lesz, mint ahogy már most is ugye láttuk Európában is, és a Norbert nem egy világ sémát mutatott volna. Ha világ sémát mutatott volna, akkor még rosszabb lett volna a helyzet, mert azért lássuk, hogy Európa nem a közepében van ennek a dolognak, ennek a fejlesztésnek. Egyetlen egy nagy cég nem európai, azok közül, mint a Google, mint az Amazon, mint a többi, és ennek következtében hát a globális egyenlőtlenségek fel fognak erősödni, és a civilizációknak a harca, amit ugye tapasztalunk nap, mint nap, az elképzelhető, hogy ezen a probléma itt fog eldőlni. Mert nyilvánvalóan a evolúciónak a szabálya az nem csak egyének szelekcióját, hanem civilizációk szelekcióját is meghatározza, és ilyen értelme véve bizonyos nyugtalanságra van ok. És itt vezetnék be egy fogalmat, és ezzel mindjárt be is fejezem, a machináció fogalmát, amely ezt az új technológiát, amiről beszélt a Norbert, ez tényleg tökéletessé teszi olyan értelemben, hogy itt minden szervezet, minden gyors, minden óriási, de totális ellenőrzésen alapul. Itt a számítás az, ami feltétlenné válik, ami ugye a titoktalanítást jelenti, a sokértelmű iránti érzéketlenséget jelenti, a végesség iránti teljes tudatlanságot, és az, amit ugye Heidegger úgynevező planetáris idiotizmus, az önmagára gerjedő hatalmi tébolyt jelenti. Amikor kivész, mint mondtam, az emberből az ember elvész. A test az megmarad, de nem ember 1.0-ban, a 2.0-ban megmarad, de minek? És itt ugye ebben a közegben a Hankis elemére érdemes hivatkozni, és vele fogom befejezni. A Hankis elemér ugye azt mondta, hogy élnünk kell merni. Mert tudni, a tudást bizonyos értelembe véve átveszi az új mesterséges intelligencia. De azt nem fogja tudni átvenni semmifajta mesterséges intelligencia, hogy szembe tudjunk nézni ugye a modernitás botrányaival, szembe tudjunk saját magunkkal nézni, az emberi kalannak a lényegét, azt nem tudja tőlünk átvenni, arcorszolni semmifajta machináció, és ehhez erő kell, hogy ezt megtartsuk. Tehát ilyen értelemben véve ez egy fantasztikus kihívás számunkra, és persze az ipar szereplőitől én nem fogom elvárni azt, hogy most Nietzsche jegyében merjenek élni, de ne felejtsenek egy pillanatra se, hogy az a piac, amire termelnek, abban nem csak fogyasztók vannak, hanem emberek vannak, akiknek élniük ugyanúgy kell, mint éltek korábban, valószínűleg jobban, és válaszolniuk kell a között, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a szép, mi a rút, mi az igazságos, mi az igazságtalan. Ezt a terhet nem fogja levenni soha senki az embereknek a válláról. És ilyen értelemben véve az élet, ami eddig zajlott ezeknek az értékeknek a küzdelme egyében, mindenki számára kihegyezve a dilemmát és a kihívást, hogy mit válaszol, ez az élet, ez nem fog véget érni akkor se, hogyha lesz úgy mesterséges intelligencia és lesz szuperintelligencia. Legalábbis azon kell, hogy legyen. Azon kell, hogy legyen, hogy ne legyen. Köszönöm.